Köszöntöm nézőinket! Önök a három témát látják. Mai vendégeink a stúdióban a Gyula Sport Nonprofit Kft-től érkeztek, Kertes István ügyvezető és Nyilas Elek szakmai vezető. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük a nézőket! Körzetközpont kiemelt feladatokkal. 2024. júliusától a Gyula Sport Nonprofit Kft. Egyike a 25-ből azoknak, akik ezzel a státusszal rendelkeznek, Békésben egyedüliként. Az MLS-nek a körzetközpontjai, ami az utánpótlás képzést biztosítja egyfelől, itt valami változás történt a Gyula Sportnál idén júliusban. Ügyvezető úr, mi is ez pontosan? Már 3 éve van egy MLS-nek egy olyan programja, ami 4 szintű képzési szinteket határozott meg ugye a labdarúgás utánpótlás képzésében. Mi a C-szinten voltunk, ami azt jelentette, hogy körzetközponti státuszt kaptunk. Ugye volt egy auditunk, amit egy belga cég, a Double Pass végzett el, ahol átvilágították a Gyula Sportot, megnézték a szakmai részeket, infrastruktúrát, stb. És ugye mi dolgoztunk ebbe a rendszerbe. Aztán eljutott ez a képzési folyamat odáig, hogy az MLS látta azt, hogy ugye 91 olyan klub volt Magyarországon, akik ezen a szinten dolgoztak, hogy ezek között a klubok között is elérkezett az a fajta folyamatnak a vége, amikor ugye különbségek keletkeztek, és meg kellett nézni, meg kellett vizsgálni ezeket a klubokat, hogy milyen szintű munka folyik ezekben a szervezetekben, és ugye ennek az auditnak, amit ugye tavaly végeztek el, az lett az eredménye, hogy a 91 klubból mi a 25 legjobb klubba bekerültünk, ahol gyakorlatilag az lett a folyamatnak a vége, hogy az MLS úgy döntött, hogy kiemeli ezt a 25 klubot, ahol egy magasabb szintű szakmai munka vár el egyúttal, illetve hát magasabb szintű szakmai munka is folyt, tehát nyilván azért tudtunk bekerülni ebbe a elit közegbe, úgy mondom. És ugye azt tudni kell, hogy Békés megyéből egyedül mi kerültünk be, itt az UFC, illetve az Orosháza volt még KK szinten, de a Gyula Sport felelt meg az auditon annak a követelményrendszernek, ami ugye azt eredményezte, hogy belekerültünk ebbe a 25 klubba. Nyilván ez egyrésztről dicsőség, másrésztről pedig plusz feladatokkal jár, tehát még komolyabban, még precízebben kell végezzük a feladatainkat, mert ez nem egy örök kitartó, úgy mondom, dicséret, hanem ezt folyamatosan meg kell erősíteni a következő auditoknál, és számunkra ez egy fontos feladat lesz, hogy az elkövetkező időszakban is olyan szakmai munka, olyan személyi állomány az edzőknek a végzettsége, a tudása olyan legyen, ami hozzájárul ahhoz, hogy ezt a szintet mi tudjuk tartani. És nyilván ennek a folyamatnak az egyik eredménye az, hogy sajnos ugye a Zsuzs Péter, aki volt a szakmai vezetőnk, ő családi okok miatt elment, egy másik klubban dolgozik ugye Dunántúlon, és helyette ugye nekünk egy olyan embert kellett találni, aki tovább tudja vinni ezt a folyamatokat, és szakmailag megfelelő színvonalat tud hozni a klubba, akár még előre is tudunk lépni. És ugye nyilván én a Nyilas Elekkel dolgoztam együtt elég sokat, mi sok háborúba idézőjelbe voltunk együtt harcostársak, és úgy gondoltam, hogy az ő személye az alkalmas lesz erre a feladatra. Mi leültünk, beszélgettünk erről, nem egyik napról a másikra született meg sem nála, sem nálam ez a döntés, mert azért azt tudni kell, hogy azért ez nem egy egyszerű feladat, tehát aki azért ebben jobban belelát és nem kívülről szemléli ezeket a dolgokat, akkor kezd rájönni, hogy azért itt egy nagyon komoly, felelősségteljes munkát kell végezni, hiszen 12 településnek a gyermekeinek az utánpótlása tartozik hozzánk, akiknek hétről hétre meg kell szervezzük a rendezvényeket, kiválasztó programokat kell tartanunk, és nyilván ehhez olyan szakemberek kellenek, akik erre alkalmasak és becsülettel elvégzik a dolgukat. Te egy 14-szeres magyar válogatott labdarúgóról beszélünk, aki korábban a Ferencvárosnak is csapatjátékosa volt. Hogyan lehet hozzáfogni ehhez, hiszen itt egy más korosztályról beszélünk, mi az elsődleges terve? Az utánpótlásban kezdtem dolgozni, és éveket eltöltöttem benne. Valóban nagyon sok minden változott, egy dolog azért nem. Tehát ami ehhez kell, hogy valakiből sportoló legyen,
azok a dolgok soha nem fognak megváltozni, itt gondolok itt a szorgalomra, a alázatra, és azokra a dolgokra lehet szabályokat változtatni, módszereket, illetve programokat kiírni. Ha valaki nem alázatos, akkor az teljesen mindegy, hogy milyen szisztéma alapján dolgozunk, ez az egyik nyilvánvalóan. A másik, amiről szó volt, hogy tizen akárhány éve dolgozunk együtt, és főképpen sikerekben volt, hiszen bajnokcsapatokat csináltunk, osztályokat léptünk előre, nagyon rövid idő alatt klubot építettünk fel közösen. Tehát meg volt ennek az alapja, hogy ebbe mi bátran bele tudjunk kezdeni. Tizen akárhány évet töltöttem el a felnőtt futballban vezetőként, vezetőedzőként, tehát valóban egy kicsit eltávolodtam az utánpótlástól, de nem teljesen, hiszen azért nekünk is voltak utánpótlás csapataink, akikkel azért foglalkozni kellett a másik klubban is. Viszont most megismerve a szisztémát, ugye a Labdarúgó Szövetség különböző programjain keresztül, ugye az iskolában, az óvodában, a bozsik rendezvények, a fesztiválok, a körzetközpontok, ugye említettük a 12 csapatot, illetve települést, akik hozzánk tartoznak, illetve délszinten alattunk vannak, akinek a gondozását nekünk kell elvégezni, és mellette azért ne felejtsük el, hogy van U7-től U19-ig egy saját korosztályunk is, amelyik tizen akárhány csapatot foglal magával, tehát nagyon komoly munkára van itt szükség. De nekem nagyon nagy szerencsém van talán először így a pályafutásom során, hiszen edzőként és játékosként is így a nulláról kellett építkeznem, majdnem mindig. Most pedig belecsöppentem egy egészen jól felépített, szisztematikusan. Nyilván ismertem én a Pistának a munkásságát, és tudtam, hogy ez így rendben van. Ebbe csöppentem bele, és ugye semmi közöm hozzá, nyilván a kiemelt körzetközponti státusz az nem véletlen, hiszen a kollégák, illetve azok az infrastruktúrális körülmények, amik itt a főbb szempontok voltak, azoknak mind-mind magas szinten felelt meg a klub. Tehát ez már előre vetítette azt, hogy ahova jövök, az rendben van. Viszont nyilván, ahogy az évek során változnak majd a kihírások, a különböző játékelemek, hát nyilván ezek egy picit más lapra tartoznak, azokat mind be kell integrálni a felkészülésbe, és az is biztos, hogy mindig van merre indulni, fejlődni, hiszen a játék az maga gyorsul, pontosabbak lesznek a dolgok benne, tehát nagyon komoly felkészítést igényel, és ebből a szempontból ugye ezen is dolgozunk, hiszen az edzőink magasabban képzettebbek, mint szoktak az ilyen körzetekben lenni, illetve iskolába járnak, felvételiznek, hogy minél komolyabb papírokkal rendelkezek, mert ez is fontos alap a tanításban, az oktatásban, a gyakorlásokban. Reméljük, hogy ebben is tudunk előlépni, de nagyon sok mindenről tudnánk még itt beszélni, hogy mi a cél és mi lesz még a jövőben, hiszen már a szinten tartás is nagyon komoly feladatot emészt fel. Arra viszont dicsekedjünk egy kicsit, hogyha ezt annak lehet mondani, hogy most a nyáron 34 átigazolást hajtottunk végre az utánpótlásba, illetve még 20-20 akárhány új gyerek került be a rendszerbe. Azért 50 olyan gyerekről beszélünk, akik a gyulasportot választották most a nyáron, mint labdarúgás. Én azt hiszem, hogy ez a szám önmagáért beszél. Valószínűleg akkor eddig jól dolgozott a csapat, vonzó a gyerekek számára, a környezet, maga az egész millió. Tehát ezen dolgozunk, hogy ezt legalább minimum megtartsuk, hiszen azt tudjuk, hogy egyre kevesebb a gyerek, egyre több az elszívó erő. Tehát ha azt mondom, hogy a szakmai célok nagyon fontosak, akkor mellette talán ez még fontosabb. A szeptemberi becsengetés a gyulasportnál is fontos dátum. Mintegy 500-an zömében iskoláskorúak sportolnak aktívan az intézmény rendszerén belül. Hogyan indítják, milyen sport ág választókat szerveznek, hiszen az már tavaly elindult a gyulasport életében, hogyan tudják a gyerekek felé, illetve a családok felé, mert valóban a családokat is tájékoztatni kell, bemutatni, hogy a gyulasportnál mivel tudnak foglalkozni a srácok. Az iskola kezdés az egy meghatározó feladat, hiszen ugye olyan gyerekekkel, vagy olyan korú gyerekek képezik a gyulasportnak az állományát, akik ugye tanulók zömében, vannak felnőtt
versenyzőink is, de nyilván a nagy része tanuló. És nekünk alkalmazkodni kell ugye minden évben az oktatáshoz. Ugye azt azért tudni kell, hogy ugye itt rettentő sok háttérmunka van, ami ugye amikor júniusban kicsengetnek idézőjelbe, véget ér vakációval, akkor ott nekünk azért elkezdődik egy olyan munkafolyamat, ahol készítjük elő már a következő évet. Itt nem csak a létesítményekre gondolok, hanem ugye szervezni kell újra a csapatokat, a humán erőforrást kell átalakítanunk, ha szükséges, és ez minden évben feladat, és nem kicsi, hogy megoldjuk ezt, hogy mire ugye újra munkába állunk, ugye különböző korosztályok azért a sportban másképp működik, mint az oktatásban, tehát nálunk már augusztusban ugye elkezdődnek a felkészülések a nagyobb korosztályoknál, nyilván a kisebb korosztályok azok az iskolai időszakhoz kötődve kezdődnek el, de edzőtáboraink voltak a nyári szünetben, tehát több korosztálynak szerveztünk itt a labdarúgásban is, illetve a kézilabdában, kosárlabdában, atlétikában szerveztünk edzőtáborokat, amin én azt gondolom, hogy jól sikerültek, tehát nagy létszámmal vettek részt a gyerekek, és hasznos volt ez a közösségépítésen túl, ugye nyilván a teljesítményeknek a fokozása volt a cél ezeknek a táboroknak, úgyhogy elindult egy ilyen folyamat. Ugye a másik része az, hogy nekünk azért több olyan intézményi programunk van, hála annak, hogy azért mi jó kapcsolatot ápolunk az óvodákkal, Gyulán, illetve azokkal az oktatási intézményekkel, amelyek ugye Gyulán találhatóak, illetve ugye már most a városon kívül is azokban az intézményekben is ott vagyunk, amelyek ugye ezeken a programokon keresztül kapcsolódnak hozzánk, itt Sarka, Delek elsősorban, ami fontos számunkra, ugye, mint közeli nagy települések, de nyilván a többi település is fontos számunkra, mert mindenhonnan vannak gyerekek, akik jönnek be hozzánk. Úgyhogy ez is egy külön feladat, külön kihívás számunkra, hogy ezeknek a gyerekeknek a bejutását megoldjuk, mert azért itt ne felejtsük el, hogy itt nem vannak olyan gyermekeink, akik egyébként, hogyha mi nem szervezzük meg nekik a bejutást, akkor a szülők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy ők beutazzanak nap mint nap edzésekre, és ez azért ránk is egy jelentős anyagi terhet ró, de ameddig találunk olyan támogatókat, olyan szervezeteket, illetve pályázatokon keresztül hozzájutunk olyan forrásokhoz, amiből ezt tudjuk finanszírozni, ez számunkra egy szép feladat, hogy segítsük ezeknek a tehetséges gyerekeknek a továbbfejlődését. A másik ugye, ami fontos, hogy elindítottunk azért egy olyan folyamatot, ahol azért próbáljuk a Gyula Sportnak azt a fajta marketingét erősíteni, ugye itt a médián keresztül is, illetve a különböző rendezvényeken való jelenlétünket, hogy programokat szervezünk, ugye itt a diáksport, illetve a szabadidős sporton keresztül is, illetve direktbe, ugye az iskolákba bejutva iskola, kézilabda az iskolában programmal, illetve van nekünk egy kosárlabda paláta programunk, amely kimondottan bent az intézményekben zajlik, és ennek az a célja, hogy minél több kisgyerekkel ismertessük meg ezeket a sportágakat, és nyilván utána a Gyula Sportban folytassák tovább a pályafutásukat, vagy magasabb szinten próbálják meg ezeket a sportágakat űzni. Ez gyulai intézményekre koncentrálódik? Zömében igen, de nyilván beszéltem, hogy ott van a Sarkadi általános iskolában is kézlabdában ott vagyunk, de a labdarúgás ugye az több városban, több faluban működő egyesületekhez, klubokhoz köthető, de a többi sportágainkat is, itt a kézni, főleg a női kézlabdát próbáljuk építeni abba az irányba, hogy legyünk ott minél több településen, segítsük azokat a kis közösségeket, akiknek van igényük erre, és szeretnének valamilyen szinten ezekben a sportágokban helyi közösségeket létrehozni. Maradva az ifjúságnál, ugye az is jellemző, hogyha az középiskolai évek véget érnek Gyulán szülővárosában adott sportolóknak, elmennek egyetemre és nem feltétlenül térnek vissza ide. Mindig ezt szoktam mondani, és ugye többször beszéltünk már, és erre példáink is vannak, hogy mindig arról beszélünk, hogy a helyiek ugye elmennek, és itt Gyulán azért nehéz felnőtt sportot csinálni, mert azok a tehetséges gyerekeink, akik ugye nevelkednek a szakosztályainkban, azok hála jó Istennek ugye
olyan szintű tanulók, illetve olyan képességekkel rendelkeznek, hogy a felsőoktatásban is tovább tudnak tanulni. És ugye ők ezeket az egyetemeket, főiskolákat választják, amelyek ugye nem feltétlenül itt vannak helyben, de nyilván itt helyben is van ugye a Gál Ferenc Egyetem személy, de ő nem olyan, minden olyan képzést biztosít, ami ugye ezeknek a gyerekeknek esetleg a profiljába vághatna, így hát nagyon sokan elmennek máshova, nem térnek vissza, mert ott megtalálják esetleg a számításukat, mások a lehetőségek. Ugyanakkor viszont vannak nagyon sokan olyan fiatalok, akik meg nem így születtek, nem kötődnek Gyulához családilag, viszont a sporton keresztül kapnak olyan lehetőséget, amivel ők megtalálják itt a számításukat. És ugye most is ebben az évben is sikerült két olyan fiatalt is idehozni Gyulára, akik edzőként is, illetve játékosként is a felnőtt csapatokban, itt a labdarúgó csapatban, illetve a kézlabdában dolgoznak. Tehát ez öröm számunkra azért, hogy azért van visszafele is lehetőség, és ugye azért is szükség van valamilyen szinten a felnőtt sportra is, mert ez csábító lehet más olyan fiataloknak, akik viszont ők ugyanolyan humán erőt jelentenek a számunkra, mint akik elmennek, mert így a képzésünkbe be tudjuk hozni, akár edzőként, akár pedagógusként tudnak dolgozni, és ez a városnak is, én azt gondolom, meg a térségnek is egy pozitív erőforrása lehet. Ez is egy feladat különben a jövőben is, hogy egy olyan milliót, egy olyan környezetet kialakítani, hogy magunk közül neveljük ki azokat a további szakembereket, akár a sportban, akár az oktatásban, akik ugye gyulaiak. Tehát ennek én azt gondolom, hogy most nagyon itt az ideje, hiszen mindegyik sportág olyan szinten, olyan színvonalon működik most jelenleg, ami vonzó lehet. És aztán talán azt hiszem, hogy ha csak a labdarúgás, akkor azt hiszem, hogy harmadosztályú csapata nincs is a megyének egyáltalán. Tehát most egyedül a Gyula sportnak a felnőtt csapata, a termár játszik. Tehát azért mondom, hogy a legolcsóbb mindig a nevelés, mert hogyha valonnan el kell csábítani, akár sportolót, akár más szférából helyezked, az mindig drágább. És erre kell törekedni, és erre nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy egy olyan minőséget, egy olyan környezetet kialakítani, hogy ne akarjanak egyet elmenni. Hát nyilván lesz olyan is, de aki értékesebb, aki lokálban tilt, az itt, úgyis itt marad, hogyha jól érzi magát, és jó a minőség. A Prohászka Zsolt városi tornacsarnok építésének 30 éves évfordulójára készül a Gyula Sport, mellette októberben házigazdája lesz egy országos konferenciának is. Hogyan tervezik ennek a megünneplését? Szervezés alatt vagyunk, előtte még azért van egy nagy rendezvényünk, a Testvérő Tanárok Országos Szövetség által megszervezett, meg a mi segítségünkkel menedzselt Testvérő Tanárok Országos Konferenciája, de nyilván nem feledkezünk el erről a kerek évfordulóról sem, ahol ugye szeretnénk összegyűjteni olyan anyagokat, illetve azokkal a emberekkel beszélgetéseket folytatni, akik ugye részesei voltak ennek a folyamatnak, és ezt szeretnénk a médiában, illetve különböző rendezvényeinken is propagálni, erősíteni, mert azért azt kell, hogy mondjam, hogy én ugye gyerekként éltem meg azt, hogy mikor megépült ez a sportcsarnok, és hogy ez mekkora dolog volt abban az időben ugye Gyulán, hogy egy ilyen igazából nem is sportcsarnoknak épült ez, hanem ugye egy tornaterem volt még abban az időben, de aztán ugye ez lett a sportcsarnok, és én úgy gondolom, hogy azóta is kiszolgálja igen jó színvonalon a rendezvényeket, illetve lehetőséget biztosít azoknak a sportágoknak, amelyek használhatják ezt a létesítményt, hogy megfelelő színvonalon tudják űzni ezt, és biztosítják a rendezvényeknek a megfelelő színvonalát. A konferencia októberben lesz. Milyen résztvevőket várnak, az ország teljes területéről érkeznek vendégek? Mi szeretnénk, hogyha onnan jönnének. Nyilván most egyelőre még a szakmai programot raktuk össze, pont a mai nap folyamán már elkészült ugye az előadásoknak a tematikája, kik lesznek az előadók, kik a meghívott vendégek, a rendezvénynek a lebonyolítása, hogy fog zajlani, és most ugye a résztvevők felé való tálalása ennek a programnak az ma fog elkezdődni, tehát a különböző online terekben, illetve szervezeteken keresztül kezdjük el propagálni ezt a rendezvényt.
Úgyhogy bízom benne, hogy egy olyan 200-300 ember neki érdekes lehet ez a szakmai konferencia. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Sok sikert kívánok minden tekintetben önöknek, kedves nézőinknek. Köszönöm szépen a figyelmet, a jövő heti viszontlátásig minden jót kívánok.